Mi pedig ezzel, hát... Csodaszép nőkkel folytatjuk. Istenem, de gyönyörűek vagytok. Sziasztok, hát... Milyen végre kérdés? Látom a gyerekeidet, Györgyi. Ilyen helyzet kellett hozzá. Hát bárne kellett volna ilyen helyzet, ennyi, ugye? Igen, más helyzetben szívesen. Kérlek szépen, pár nappal ezelőtt az oroszlányi városi tévében jelentkezett be a Trütko, és mondta, hogy neki mennyi dolga van, mert meséket ír, meg felolvas, meg forgat, meg mit tudom én, meg mit... A Györgyi magas ágyásban palántáz. Na, és hogy nem a kertből jelent, hogy nem a kertből jelentkeztek be gyerekek? Hideg van, még igaz? Hideg van. És még nem is reggeliztünk, úgyhogy, de megyünk a kertbe, tegnap is voltunk, úgyhogy mindig van mit tenni a kertben. Képzeld el, Györgyi. Nem írunk meséket, én nekik mesélek, de egyébként karantén ide vagy oda, még nem éreztem 5 percre sem, hogy unatkoznék, úgyhogy majd hát lassan majd eljön az is, amikor már nincs mit csinálni. Hát mutasd be nekünk a családodat, vagy a családod egy részét. Egy részét. Akikkel most itt vagy. Nagyobb kislányom, és a kicsi Kamilla, ő az 5 éves. És már nagyon hiányoznak nekik a nagymamáik, úgyhogy szerettek volna köszönni. Integessetek nekik, mert most látják. Nagymama is itt van valahol velünk egy tévékészülék előtt. Valahol biztos, meg a nagypapa is, Dunavecsén az éterben. Úgyhogy na most akkor a csajok is szólaljanak meg, hogy mivel telik például egy napjuk. Mennyit kell anyának segíteni a kertben? Na? Sokat. És mit ültettünk utoljára? Mit segítettél nekem? Borsót. Borsót, és még? Azt már régebben. Tegnap mit ültettünk, az a kicsi fehér? A zöldbab. Az, úgy. Zöldbabot. Jászminnak meg nincs ideje. Te mit csinálsz? Hát én leginkább tanulok. Igen. Több a munkád. Az is sulival, mint amíg még bejártatok, vagy kevesebb azért? Hát több. Ugye? Az én gyerekeim is. Hát persze. Meg hát több. Ugye nem is biztos, hogy több, vagy csak többnek tűnik, mert körülményesebb, nehézkesebb, teljesen új rendszerre kell átállni. Hát azt, ami délelőtt az iskolában van, azt is végigüli itthon. Tehát megcsinálja azt a tananyagot is, amit mondjuk gondolom a tanár egyébként leadna, azt itthon meg kell csinálni, és akkor utána még jön a normál tanulás, amit egyébként meg itthon szokott. Uh-huh. Azt kérdeztem volna, hogy van-e órarendetek, így napra lebontva, hogy reggel 7 óra 50 perckor ébresztő, 8 órától reggeli torna, és akkor így megy tovább a nap. Nem, nincsen. Nincsen egyébként, de nem csúszunk szét, azt nem akarom, tehát azért van egy rendszer. Általában ilyen 7:30-8 között szoktunk ébredni, főleg Kamilla ébred, hát én már mondjuk főleg ha dolgozom, akkor abszolút. És aztán nekiállunk a napnak. Nagyon sokat főzök, takarítunk, kertészkedünk, úgyhogy mindig van mit tenni. Meg azért, mert szerencsések vagyunk, hogy megyünk a levegőre. Tehát ugye van kert, tehát nem azon, hogy be vagyunk zárva egy lakásba, és tudunk menni erdőbe, kirándulni, túrázni oda, ahol nincsen senki. Egyébként meg itthon vagyunk, tehát én nagyon betartom, tehát ezeken kívül betartjuk a karantént. Tehát és dolgozni, amikor kell, bemegyünk, és egyébként meg itthon vagyunk. Élvezitek, lányok? Bocsánat, csak nagyon röviden válaszoljatok. Hát én igen. Én is. Ez tényleg nem rövid nézd? Volt. De azért hiányzik. Én tudom, hogy hiányzik. Úgyhogy. Ez van, sajnos, de hát ez a legjobb, amit tehetünk, úgyhogy tényleg mindenki csak maradjon szépen. Igen, igen. Még egy dologra kíváncsiak lennénk, hogy nyilván a lányokhoz tartozik legalább egy férfi, és őról mit tudunk? Ő hol van? Ákos Zsoltán is itt van. Itt a Györgyihez tartozik a férfi. Vele csináltatjuk a reggelit ma reggel. Úgyhogy itthon van, ő is abszolút home office-ban van. Aha. Úgyhogy itthonról dolgozik. De itt van a konyhában. Köszönjük van. Szépen, Györgyi. Nálunk még holnap csörög 4-kor az óra, hétfőn nálad, de addig úgyis beszélünk, egy gyakran beszélünk. De még húsvét hétfőn csak nem kell bejönni. Nem, kedden valószínűleg így van. De lestart, én úgy tudom. Nektek is lesz. Elnézést a fake newsért, a Györgyi és a Vujt lesznek hétfő reggel. Így van. Mi leszünk. Igen. De sőt, hétfőn, hát nagypénteken is lesztek.
Leszünk így van, holnap is leszünk. Györgyi drága, meg lányok, tündériek voltatok, szépek voltatok, hívlak aranyosak hamar, voltatok. Mint mindig. Jó, igen. Köszönjük. Igen, igen. Sziasztok. Puszi-puszi mindenkinek. Sziasztok.